November 1-től a kulturális intézményekben dolgozók közalkalmazotti státusza, munkaviszonyá alakulna át, vagyis a könyvtárak, múzeumok, levéltárak, valamint a közművelődési és előadó művészeti intézmények munkavállalói a munkatörvénykönyve hatája alá kerülnének egy törvénymódosítási javaslat szerint. Az Emberi Erőforrások Minisztériuma több ponton változtatná meg a kulturális és az előadó művészeti törvényt. Elképzeléseiket közvetlenül a húsvéti ünnepek előtt küldték meg az érintetteknek, akiknek 4 nap volt észrevételeik megfogalmazására. A kulturális ágazat szakmai és érdekképviseleti szervezetei egyöntetűen kifogásolják az érdemi egyeztetések hiányát és a javaslat időzítését. Azt kérik, hogy a kezdeményezéssel kapcsolatos tárgyalásokkal várják meg a járványügyi intézkedések feloldását. Hangsúlyozzák azt is, hogy a közalkalmazotti jogviszony megszüntetésével a közszféra legalacsonyabban fizetett rétegétől vennék el azokat a juttatásokat, amelyek még egyáltalán a pályán tartják a dolgozókat. És mindenképpen azt gondolom, hogy olyan közfeladatok, ami nem a versenyszférába való feladatok. Tehát az, hogy a munkatörvénykönyve alá kerülnek a dolgozók, azt gondolom, hogy a jelenlegi tervezet alapján nem tűnik úgy, hogy ebből a mi intézményrendszerünk profitálhatna, viszont megvannak azok a veszélyei, hogy azok a minimális az alkalmazott jogviszonnyal járó előnyök eltűnnek, mint például az utazási kedvezmény. Nem látjuk megemelt még, hogy merre fogják formálni ezt a tervezetet, de a jelenlegi formájában azt gondolom, hogy inkább több veszélye van, mint előnye. Bár az EMMI korábban azt közölte, hogy a munkaviszony egységes munkavégzési feltételeket teremt, az illetmény helyébe lépő munkabér pedig garancia arra, hogy a dolgozók nem kerülhetnek a jelenleginél rosszabb jövedelmi helyzetbe. A kilátásba helyezett 6%-os béremelést az érintettek nem tekintik megoldásnak 12 éve változatlan, méltatlan bérhelyzetükre. Attól tartanak, fokozódik a már most is jelentős elvándorlás, és lehetetlenné válik a szakember utánpótlás, különösen a vidéki intézményekben. A javaslattal kapcsolatos kritikákat megfogalmazó állásfoglalások kidolgozásában a szombathelyi intézmények szakmai és szakszervezeti vezetői is részt vettek.